Én igazából már 20 éve hozok ide csoportokat, de ezek a gyerekek most egy 3-4 éve járnak már ide folyamatosan, és azért tartom ezt jónak, mert megszeretik a zenét, jó a léleknek, és a magyar kultúránkat ápoljuk ezzel. Most kezdtem énekre járni, és most léptem fel először, és nagyon tetszik. Sokan vagyunk, és mindenki kedves. Jól érzem magam, és sok minden újat látok. Én 4 éve éneklek, és nagyon szeretek énekelni, mert nekem az örömet okoz. Arra láde sok a fa, a fa. Sokat sírtam alatta, alatta. Azért zöldeltek ki a lafák. Most könnyeim sokat megáztatták. 5 éve énekelek. Harmadszorra vagyok itt ezen a versenyen. Nagyon szeretek énekelni. Sárközi népdalokkal készültünk. Nagyon érdekes volt. Rózsa vagyok, lesz a kajszasz, piros vagyok, megcsókolhatsz. Erre, erre, most ment erre, haragszik rám, nem néz erre. Ha haragszik, miért jár erre, miért járnék-e mellemre? Úgy készültünk erre, hogy ugye ottan nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg ugye Judit tanítónéni, meg a Vajda Edit is nagyon sokat segített nekünk. És hát ugye így most így versenyre kerültünk, és így engemet is meglepett ez, hogy így versenyre kerülünk. Azért szeretek énekelni, mert én nekem az a tetszik benne, hogy én nekem már a tanítónéni elsőnek elénekültem már neki valamit, és akkor már neki tetszett, hogy a hangom, és én nekem is tetszett, hogy ő neki tetszett a hangom. Meg azért kerültem ide, úgy kerültem ide, hogy amikor a tanítónéni mondta, nagyon szép a hangom, akkor beíratott egy, akkor anyukának mondta, hogy iratson be a zeneiskolába, és utána ide kerültünk, hogy bírjunk itt énekölni. És hogy érzed itt magad ezen a versenyen? Nagyon jól. Görgető Citera zenekarral délalföldi dallamokat hoztunk. Szerintem az egy ilyen kis nagyon korrekt tájegység. Pont az ő korosztályuknak megfelelő dallamvilágokkal rendelkeznek, ugye ilyen ugrós dallamokkal. Pici citerásoknak pedig hát ilyen általános magyar népdalokat készítettem azért, mert az úgy szintén csak azt mondanám, hogy az az ő korosztályoknak megfelelő. Kiskecelányom, megfogtam egy szúnyogot és a többi. Hát nagyon jól érezünk magunkat a rendezvényen. Tavaly is voltunk, tavaly előtt is voltunk. Ugye nagyon sokat ismerkedhetnek a gyerekek más citerásokkal, más népzenészekkel, ugye nem csak citerásokkal, énekesekkel. És hát mindig látom rajtuk, hogy nagyon élvezik ezt a rendezvényt, és szerintem azért fontos ez az egész, mert pont ez miatt, hogy összehozza Vajdaság fiatal népzenészeit, iskoláskorú népzenészeit, és ugye lehetőségeket ad arra, hogy közös ismerettségeken keresztül valami szépet alkossanak majd egyszer a későbbiekben. Nagyon régóta néptáncolok, de citerázni az idén kezdtem el, és úgy jött az ötletem, hogy az egyik barátnőm, meg hát nem csak egy, nagyon sok több barátnőm járt, és egyszerűen meg akartam próbálni. Már 4 éve járok, citerát játszok, nagyon szeretem, a barátnőim játszottak, és akkor én is kipróbáltam, és nagyon tetszett, és akkor folytattam. Több éve, hát egy 5-6 éve már együtt játszunk, és
tamburázunk, szóval primtamburásunk is van, bassprímásunk is, bőgősünk is, kontrásunk is. Már több alkalommal vagyunk itt a Szójsípon, és nagyon élvezzük, és most idén egy tiszamenti dalcsokorral jöttünk, egy szerelmes tréfás dallamokkal vagyunk itt, és szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjenek más tájegységeket is, mert ugye itt több helységből jönnek, és másmilyen dallamokat is muzsikálnak, és az ismerkedés nagyon fontos, hogy a későbbiekben is, hogyha bárhova elsodorja őket az élet, akkor legyenek ismerősök, és tudjanak barátkozni, mert nagyon fontos. Én 8 évet primtamburáztam, és egy ilyen nagyon hirtelen jött egyik napról a másikra. Már nagyon sok ideje keresünk nagybőgős, de nem találtunk, és mint én a legidősebb, pár pillanatról, jó, leszek én is, így lettem a tambora zenekar nagybőgőse lassan már 2 éve. Nekem nagyon tetszik, nagyon szeretek itt lenni, már nagyon régóta itt vagyunk, tavaly aranyminősítésbe jöttünk, helyezést kaptunk, és most még a kiemelt arany a cél, de hát kinek majd mi lesz. Mi nagyon szeressük ezt, nagyon szeretünk idejönni, már úgymond nem is annyira izgulunk, mint eddig, mert már megszoktuk ezt a sok föllépést, de jó, én szeretem, sokan vagyunk itt, sok az ismerős, összetalálkozunk többiek, a jót elbeszélgetünk, hogy már egy éve nem láttuk egymást, és az szép, meg sok az ember, kisgyerek, nagyon szép látni, hogy ennyi gyerek a néphagyománynak szeretője. Tavalyi évhez hasonlóan az idén is nagyon sokan vannak, 135 műsorszámot jelentettek be, több mint 750 föllépőt és kísérőjét, szülőket várjuk ide a Törökbecsek központjába. A 32 település 50 intézményéből érkeznek a gyerekek, fiatalok. 39 énekszólista és 2 és 45 énekegyüttes, 27 kisegyüttes, és 24 hangszerszólista és 2-ös mutatkozik be. Én azt hiszem, hogy azok a számok, amiket már elmondtam, ezek önmagukért beszélnek, és végtelenül örülök annak, hogy nem hanyatlik az érdeklődés. Ugye állandóan azt halljuk, és valóban szembesülünk is vele, hogy fogyunk tagadhatatlanul, viszont azt látom, hogy ez a műfaj valahogy nagyon jól megtalálta, illetve hát a gyerekek, fiatalok megtalálták ezt a műfajt az önkifejeződésre. Ez egy nemzetközi projekt, ami az Erasmus Plus program keretein belül folytatódik. Még mindig ez volt az egyik utolsó állomás ennek a projektnek, de lényegében egy metodológia, egy módszertan fejlesztéséről szól ez a projekt, ahol dráma, pedagógia, drámaterápia módszereivel ezeket a módszereket próbáljuk alkalmazni, hogy segítsük a mentális problémákkal bíró embereket. Szóval, hogy ez a projekt valójában Olaszországból indult, ahol már van egy ilyen 40 éves történelme ennek a dráma terápiának, szóval ahol már eljutottak egy olyan szintre, hogy zárt osztályok nincsenek Olaszországban, szóval hogy tényleg segít az embereken ez a fajta munka, felszabadítja őket, és szerintem nagyon fontos, hogy találkozzanak közönséggel. Másrészt, hogy a közönség is lássa őket, ne csak egy olyan formában, ahol általában láthatatlanak az utcán, vagy elmegyünk mellettük úgy, hogy nem is vesszük észre őket, nem érdekel bennünket a történetük. Itt azért mégiscsak rájuk kell figyelnünk legalább egy órán keresztül, kicsit más kontextusban, mint ami az ő mindennapi kontextusuk. Szóval, hogy ez talán a legfontosabb eleme ennek a projektnek, és valójában a munka folyamán
itt voltak, tavaly nyáron tartottunk workshopot is velük, szóval itt már kicsit bevezettük őket ebbe a fajta munkába. Ez persze napról napra változik, szóval, hogy amit ma délután megcsináltunk, az ma estére már átalakul, átformálódik, hiszen tényleg egy élő anyaggal dolgozunk mindvégig. Azért gondoltam, hogy választok egy drámát, ahova mindig visszavonulhatunk egy kicsit, hogyha nagyon személyesbe elmenne esetleg, vagy valami olyas felé, ami mondjuk nem kontrollálható egy közönség előtti szituációban, szóval ezért ez a drámai alap, szóval valójában valamilyen formában földolgoztuk Brechtnek a drámáját, szóval ez nem Brecht drámája, hanem az, amit mi beleláttunk, vagy amit ki tudtunk most hozni belőle, és itt végig ez a játék a valós és az elképzelt figurák között. Szóval akármennyire is ugye játsszák a bizonyos szerepeket, a gengsztereket, a bírót, a bizniszmeneket, akárkit, de ezeket az embereket látjuk nagyon élesen és nagyon határozottan, ezek a figurák, a drámai karakterek mögött, és ez ad valójában egy teljesen másfajta mélységet ennek az egésznek, mondjuk egy hagyományosabb színházi projekthez képest, ahol a színészek tökéletesen eljátszák a szerepeiket, de belőlük meg épp azt hiányzik, ami ezekben az emberekben megvan. Viszont ha oda viszont egy újszörnyeg a szindikát, imali su obzir da bi prema nama i prema našoj bolesti, jer svi znate da je lice ulice, svi su sa nekom bolešću tu, da to su bili fair i korektni, davali su nam ovaj pauze i da smo tražili i sve bilo super. Pozivite gospodina Giricu da uđe i da svedoči. Povlačim pitanje, zapamtite šta i zbog čega sam bolio. Trenutno prodajem lice u lice kao jedan od izvora svojih prihoda, a po vokaciji sam književnik, prevodilac, kulturni animator, po obrazovanju sam pedagoški asistent. Kao prodavac lice u lice su me upitali da li imam volje da učestvujem u ovome, pošto je ovo projekat Kultura Nove i udruženje Patrije, a Patrija je distributer lice u lice u Novom Sadu. I rado sam prihvatio učešće. Ovo je jedan od onih načina u kojima mogu da otkrijem sebe i da iskazujem sebe svetu. Mislim da su svi dobili podjednako mogućnosti prostora da budu primećeni i da daju svoje viđenje te uloge i da daju svoje viđenje uloge u predstavi. 2,5 hétben, mondom, 10-11 alkalommal tudtunk összejönni ilyen napi 4 órás próbák. Szóval tényleg egy ilyen nagyon gyors és rövid munkafolyamat volt, úgyhogy ahhoz képest szerintem egy órás előadást azért valahogy összedobtunk. Tehát, ha jól gondolom, itt nem volt semmilyen előre megírt szöveg, kizárólag improvizáción alapult a dolog? Hát ez is egy elég érdekes dolog, mert ugye én ezzel a szöveggel szerettem volna foglalkozni, az Állítsátok meg Arturo újit, azt hiszem, hogy ez magyarul a címe, és nekem azt hittem, hogy megvan ez a szöveg magyarul is, meg szerbül is, meg aztán csak angolul találtam meg. És ahogy kerestem szerbül, se horvátul, nem találtam sehol meg ezt a drámát, úgyhogy valójában a folyamat az úgy volt, hogy én meséltem nekik, hogy mi történik. És akkor különböző improvizációs szituációkba helyeztük őket, nagyjából leírtuk, hogy milyenek a karakterek, hol voltak előtte, merre vezet az útjuk, és mondjuk az első 4-5 próba inkább improvizációk voltak, hogy oké, most ott vagyunk a bíróságon, te vagy az ügyvéd, te vagy a vádlott, és akkor nézzük azt, hogy mi történik közöttük, és akkor onnantól kezdve kezdtük egy kicsit oké, akkor megrendezni. Neked, mint rendezőnek ugye van filmrendezői, színházi rendezői tapasztalatod, ez számodra is egy új dolog volt. Mit adott neked most, hogy így lezárult valójában igazából ez az egész folyamat, hogy érzed, hogy mennyiben vagy miben gazdagodtál általa? Hát mindenféleképpen ad egyfajta más
hozzáállást a saját munkámhoz, szóval, hogy mit kérhetek rendezőként a munka folyamat során. Milyen gyorsan kérhetek valamit, milyen feladatokat adhatok, amik nem túl megterhelőek. Szóval sokkal érzékenyebben kell hozzáállni valójában az egész munka folyamathoz, hiszen nincs színészi tréningjük ezeknek az embereknek, hanem tényleg észre kell venni, hogy mikor van az, hogy oké, most sok, most meg kell állni, most akkor szünet, most akkor foglalkozunk egy kicsit másképp a dolgokkal, hogy eljutni hozzájuk. Szóval tényleg egy ilyen egy nagyon komoly érzékenyítés folyamat mentem én is keresztül, ami sokszor nem egyszerű, mert tényleg sokszor kemény emberi történetek vannak ezek itt a hátterekben, amiket azért megkapunk napról napra, és fel kell dolgozni, oké, nem csak ezzel foglalkozni, hanem tényleg, nem is tudom, hogy lehet ezt jól elmondani, de ahogy leülsz egy emberrel szembe, szemébe nézel, és úgy érzed, hogy mi van ott, nem kell semmit mondani, de tényleg egy ilyen, jó, oké, 3 héttel ezelőtt lehet, hogy rád se néztem volna az utcán, de most már tudok rólad nagyon fontos dolgokat, amik tényleg ilyen. Szóval egy nagy tapasztalat, nem tudom ezt jól megfogalmazni. Ezt a projektet lényegében a Kultúra Nova szervezet vezet itt Szerbiában, és mi együttműködünk a Pátria, illetve a Kompassz, akik szintén civil szervezetek, és ők foglalkoznak volontőrként segítik valójában azokat az embereket, akik rászorulnak az ilyesfajta, akiknek nincs szükségük állandó pszichiátriai kezelésre például, de szükségük van valamilyen segítségre, valamilyen fajta terápiára, és ők különböző foglalkozásokat biztosítanak számukra, és mi kapcsolatban vagyunk velük, és valójában ez az együttműködésen keresztül, szóval megkértük őket, hogy ajánljanak nekünk embereket, akik egy ilyesmiben részt vennének, úgyhogy valójában így állt össze ez a csapat. Itt is mindig az élet közre játszik, van aki eredetileg a workshopokon ott volt, most nem tudott részt venni a projektben, helyette jött egy teljesen új valaki, akit be is kellett fogadni, meg is kellett szokni őt is, hogy hogyan tudunk vele dolgozni. Szóval ezek mindig ilyen fluid és átalakuló dolgok, de valahogy szerettem volna azt is, hogy ez ne egy olyan projekt legyen, hogy oké, ezt most megcsináltuk, és akkor viszlát, nem folytatjuk tovább, de szeretném valójában, ha tudna élni. Ez mindenképpen fontos lenne nekik is, meg szerintem jó van, hogyha az emberek látnának ilyenfajta színházi projekteket is, amik kicsit ugye kimennek a hagyományosból, vagy a mindennapjainkból. Ez azt jelenti, hogy ezt a produkciót láthatjuk majd a továbbiakban, a jövőben is? Most nem fogom teljesen megígérni, de én nagyon szeretném, hogy ezt tudjuk folytatni, szerintem igen. Has just become a way of life. I don't think it begins with a desire to wake up in the morning and say, today I'm creative. It just comes down to today I want to live, I want to do what I love, so I'm gonna go out and I'm gonna do that. My name is Benjamin Von Wong and I'm an artist. Április 22-e a Föld napja. Ilyenkor a legkisebb faluban is közösségi hulladékgyűjtést szerveznek, a szemétben fuldokló New Yorkban pedig a kanadai Benjamin Von Wong kerebézett össze egy túlfogyasztást jelképező köztéri installációt. Az üres flakonokból, dobozokból, palackokból álló szobrot az ógörög hüdra mítosz ihlette. Ez a kígyószerű szörnyeteg 9 feje bűzös leheletével gyilkolt, és lehetetlen volt legyőzni, mert minden levágott feje helyébe 2 növesztett, míg Heraklész égő fáklyával nem égette ki a csonkokat. A művész ilyennek látja napjaink szemét problémáját. Minden megoldás 2 másik gondot szül. Az installáció elkészítéséhez szükséges több tonnányi szemetet közösségi akcióban hordták össze a New Yorkiak, egy környezettudatos ruhamárka felhívására, akik minden egyes felhasználható hulladékelemért egy mosásra bomló pólót ajándékoztak. Von Wongnak célja is volt a földön kívüli hidrára emlékeztető alkotással, arra akarja felhívni a figyelmet, hogy vásárlás helyett inkább töltsük újra a kifogyott termékeket.
Von Wong alapanyagként, a végtelen lehetőségek tárházaként tekint a műanyag szemétre. A kidobott dolgok felhasználását érzi korunk leghitelesebb megszólalási módjának. Nem ez az első hasonló művészeti projektje, mentett már cápákat és pandákat is az internet közönségét aktiválva. Egyiptomban 9 méter magasan halmozott fel ruhaneműt, majd a sajátos műalkotás darabjai szétosztotta rászorulók között. Guinness rekordot is tart 18 ezer szívószálból készült szoborral. Többszörös Power Photography győztes, beállított stúdiófotóin is ezer számra használ műanyag palackokat, így született a jövő erdőiben élő nymfákat ábrázoló sorozata és a plasztik hullámokba fulladt hableányról készült fotók is. Tartogat még meglepetéseket a világ legalaposabban feltárt régészeti lelőhelye. Egy teljes rendezvényszobát találtak Pompeiben. A 15 méter hosszú, 6 méter széles szobát az ókori római város egykori főutcájának egyik villájában fedezték fel. Falait fekete alapra festett freskók díszítik, ennek gyakorlati okai voltak. Abban az időben olajlámpásokkal világítottak, és a korom miatt úgyis besötétedett a meszelés, akkor inkább egyből feketére mázolták. A falfestményeken görög mítikus történetek tragikus pillanatai láthatóak, például Helena találkozása Párisszal, ami aztán a trójai háborúhoz vezetett, vagy Kasszandra meséje, akit hódolója Apolló a jövőbelátás képességével áldott meg, de ugyanakkor megátkozta, hogy senki se higgyen neki. Mindebből a régészek arra következtetnek, hogy a képek nem csak díszítésre szolgáltak, hanem a borozgató társaságok mély beszélgetéseihez is alapot képeztek. A villa területén végzett társatások arra engednek következtetni, hogy valamiféle közösségi tevékenység zajlott az épületben. Találtak egy gladiátor szobát és egy kenyérrel teli házi pékséget is. Mindkét helységben az időszámításunk szerint 79-ben történt Vezúv kitörés pillanatában elhunyt szolgálók maradványaival. Új tárlat talált elő a berlini undorító ételek múzeuma. 90 hány inger keltő fogást szemlélhetnek meg a látogatók, a bevállalósabbak akár meg is ízlelhetik a rántott tehéntőgyet, a grillezett kutyát, a bikapéniszt, a békaszörpöt, vagy éppen az atkák emésztő nedveiből készült sajtot. De olyan ételek is szerepelnek a menün, mint például a libamáj. Azért rendeztük át a kiállítást, mert rájöttünk, hogy gyarmatosító szemlélettel rendeztük be az előzőt. Európai ízlés alapján határoztuk meg, hogy mi a gusztustalan és mi a finom, magyarázza a múzeum igazgatója Alexandra Bernsteiner. Így, míg nálunk a tengeri malac házi kedvenc, Peruban nemzeti eledelként fogyasztják. Dél-Koreában kívánatos csemegének számít az élő polip, nekik bezzeg a mi sült vérünktől fordul fel a gyomruk. Kambodzsában sült tarantulát esznek, Izlandon szemével a koponyában tálalják a főtt birka fejet. Kínában rizsecetben erjesztik az egér embriókat. De ha az ezekben az országokban élők elé belsőségekből készült finom vajdasági hurkát tennénk, még ők mondanák, hogy gusztustalan dolgokat fogyasztunk. Legyünk nyitottak, hiszen valószínűleg egyszer az egész emberiség rovarokon fog élni. Az olimpiai eszmék iránti tisztelgés jegyében gondolta újra egy francia szobrász a leghíresebb nőt ábrázoló szobrot, a Milói Vénuszt. Lauren Perbeau a Nemzeti Múzeum előtt állította fel a szivárvány színeire festett, különféle olimpiai sportágokat űző alakokat. Az olimpia ógörög eszméje szerint a testnek és a léleknek harmóniában kell lennie. Ez az ideál jelenik meg a páratlan szépségű antik szobron. A Mélosz szigetén 1820-ban felfedezett eredeti alkotás továbbra is a Louvre-ban marad, így akár meg is tekinthetik a testi teljesítmény mellett a szellemi korlátok bővítése iránt fogékony sportolók a július 26-án kezdődő játékokon. A szobor annyira az olimpia jelképe, hogy egyszer el is szállították egy távoli országban megrendezett versenyre. Az 1964-es olimpia idejére a japánoknak adták kölcsön a franciák a görög szobrot, de akkor megsérült a szállítás során, így azóta nem szívesen mozgatják.
Könnyű jó ötletekkel előállni, ha pénz is van a megvalósításukra. Pont ez történik most Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. A helyi tömegközlekedési vállalat helyi street art művészeket kért fel a város kidíszítésére. Egyszerre két legyet üt fel egy csapásra. A graffitisek nem rongálják ellenőrizetlenül a köztereket, a városlakók pedig színesebb környezetben várhatják a buszokat. Az izraeli háború miatt visszaadta a Goethe érmet Németországnak az ismert egyiptomi művész Mohamed Abla. Döntését abban a Fayum Múzeumban jelentette be, amelynek létrehozásáért tavaly előtt neki ítélték a legrangosabb hivatalos német állami művészeti kitüntetést. Abla szerint a palesztinok elleni izraeli büntetőhadjárat legalább olyan fekete folt marad a történelemben, mint a holokauszt. Új szintre emelte az otthoni pamacsolást és csecsebecse gyűjtést egy kanadai férfi. Albino Carreira torontói házát kaotikus műalkotássá varázsolta, helyi látványosságot létrehozva. A 79 éves férfi kreatív ambíciója mögött személyes tragédia áll. 29 éve balesetet szenvedett egy építkezésen, és csavarokkal kellett rögzíteni több csontját. Lábadozása idején vált szenvedélyévé a felhalmozott kacatok rendezgetése, idővel az egész házát kidobott alkatrészekkel, talált tárgyakkal és más számára értéktelen holmival ékesítette. Nem vezet statisztikát, de becslése szerint 600 ezer csavar, 3000 borosdugó és több száz kagyló került beépítésre a szomszédok által csak csodaháznak nevezett épületben. A tehetség és a művészet túléli rövid földi tartózkodásunk kereteit. Erről tanúskodik az 53. belgrádi divathét kísérő rendezvényeként megrendezett Angelina ruhái elnevezésű bemutató, melyen a tavaly május 3-ai belgrádi iskolai lövöldözésben elhunyt kislány Angelina Acimovics tervei alapján készült ruhákban vonultak fel a modellek. Angelina 10 éves korától rajzolt és arra vágyott, hogy egyszer ruhatervező lehessen. Most szerb dizájnerek és a Dior cég tervezői közösen valósították meg ezt az álmot. A neves kreátorok vallomása szerint megdöbbentően érett stílusvilág és kifinomult érzékenység jellemzi a terveket, és biztosak abban, hogy Angelina előtt óriási karrier állt.